Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára megtekintette a gazdaságfejlesztési programokat a Vajdaságban. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár a Gunarasi Dózsa György általános iskolába látogatott. Idén 40 éves a Bácskosútfalvi 9+1 művésztelep. A TSC szombaton már bajnoki fordulót játszik. Enyhül az időjárás. Köszöntöm a kedves nézőket, önök március 5-i híradónkat látják. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és a Prosperitati Alapítvány képviselői, valamint Pásztor István, a VMS elnöke megtekintették a már megvalósult, illetve folyamatban lévő beruházásokat. A Kishegyesi Agrokonsz, a Topolyai Caprioló és M-Commerce, valamint a Bácskosútfalvi Szila Kft. Az anyaországi támogatásnak köszönhetően jelentős fejlesztéseket tud megvalósítani. Magyar Levente elmondta, hogy rendszeresen megtekintik azokat a fejlesztéseket, amelyeket a Prosperitati Alapítványon keresztül valósítanak meg vajdasági magyar vállalkozók. Az utóbbi években komoly változásokról beszélhetünk a nemzetpolitikát illetően, és hát itt már konkrét eredményeket is láthattunk. Mik az eddigi tapasztalatok? Én azt gondolom, hogy ez az igazi nemzetpolitika, amit ebben a csarnokban zajlik, és ami Vajdaság szerte most történik. Az elmúlt 2,5 évben a vajdasági magyar gazdaságban fordult egyet a világ pozitív értelemben, nekem ez meggyőződésem, hiszen terveink szerint 2018 közepéig összesen közel 70 milliárd forintnyi fejlesztés fog megvalósulni, aminek a nagy részén egyébként már túl vagyunk, vagy legalábbis amelyiknek a nagy része már megvalósulás alatt van. Ez azt jelenti, hogy sok száz új munkahely jön létre a vajdasági magyar gazdaságban, sok ezer új család tud bekapcsolódni a beszállítói körbe, és tudja kiszolgálni azokat a nagy üzemeket, amiket szintén ebben a programban építünk fel, vagy bővítünk, ahogyan itt a Caprioló esetében is. Ez egy olyan bicikligyár itt a Vajdaság közepén, a vajdasági síkság közepén, amelyik innen nőtt ki. Ez nem egy külföldi márka, amit meghonosított valaki, ez nem egy külföldi tulajdonú befektetés, hanem ezt helyi fiatal emberek indították el 20 évvel ezelőtt, és mára olyannyira kinőtte magát, hogy évente mintegy 80 ezer biciklit gyártanak, és azzal a fejlesztéssel, amit közösen a magyar kormány támogatásával mintegy 500 milliárd forint értékben megvalósítunk, ezzel nagyságrendeket tudjuk az itteni hozzáadott értéket növelni, hiszen olyan új alkatrész gyár jön létre, amelyik még tovább fokozza az itt előállított arányát ezeknek a bicikliknek. Tehát én ezt egy nagyon jó példájának tartom annak, amit szeretnénk máshol is megvalósítani. Egy magyar tulajdonban lévő vajdasági vállalat, amelyik világszínvonalú termékeket állít elő, és amelyik a fejlesztések révén még több helyi ember tud alkalmazni, nevezetesen 30-szal több munkahely jön létre, és tudja növelni a saját termelékenységét. Ez is nagyon fontos. Ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni, szükség van, illetve szükség volt a két ország jó viszonyára. Ez alapfeltétele annak, amit csinálunk, hiszen hogyha a Belgrád és Budapest viszonya nem volna annyira, nem csak hogy kiegyensúlyozott, hanem baráti és szinte már stratégiai szövetségi, mint amilyenné kinőtte magát az elmúlt években, akkor mindenre nem volna lehetőség. Én azt gondolom, hogy legalább annyira fontos, hogy a helyi magyarságnak legyen egy olyan professzionális vezetése, mint amilyen van politikai értelemben, mint az, hogy Belgrád felől legyen egy jó indulat az itteni törekvéseink iránt, Belgrád felől legyen egy nyitottság és pozitív attitűd a helyi magyarság iránt, és legalább ennyire fontos, hogy Budapesten meglegyen az akarat és a képesség, hogy tudjuk támogatni a vajdasági gazdaságot. Ez a három tényező most nagyon szerencsés módon együtt áll, tehát van egy nagyon is felkészült és tetrekész vezetése a helyi magyarságnak, van egy jó indulat Belgrád irányából, és van egy budapesti képesség arra, hogy nagy mértékben támogassuk a vajdasági magyar életet, és ebből ezekben az években nagyon komoly és látványos eredmények születhetnek. Mi vajdasági magyarok bízhatunk-e abban, hogy tartósan meg tud maradni ez a három alapfeltétel? Mi ezen dolgozunk nap mint nap. Azt, hogy önök kit választanak politikai vezetőnek, melyik erőre bízzák a képviseletüket, ez a vajdasági magyarságnak a dolga, ebben senki nem fog beleszólni, de azt gondolom, hogy jó irányba haladnak a dolgok e tekintetben.
az pedig, hogy Budapest és Belgrád viszonya tovább erősödjön, ez a mi dolgunk, ezen dolgozunk is. Én optimista vagyok, én azt látom a külső világpolitikai folyamatok okán is, hogy ez a stratégiai szövetség ez egyre csak erősödni fog, és egyre nagyobb tér nyílik a vajdasági magyarságnak is a megerősödésre, természetesen Szerbia állami érdekeivel tökéletes összhangban. Pásztor István szerint kellett, hogy legyen egy tetrekész magyar vállalkozói réteg, amely ezeket az egész közösség szempontjából fontos beruházásokat sikeresen megvalósítja. Hallottuk itt az imént Magyar Leventétől, hogy három alapvető feltétel kellett ahhoz, hogy mindez meg tudjon valósulni, tehát a két ország jó akaratára, jó szándékára volt szükség, és hogy legyen itt a vajdasági magyarságnak egy tetrekész vezetése. Meg emellett szükség volt arra is, hogy legyen olyan vállalkozói réteg, amelyik élni kíván azzal a lehetőséggel, amit közösen megteremtettünk. És most itt a mai nap többek között arról szól, hogy azt nézzük meg, hogy a sikeres nagypályázók némelyike, akik meglátogatása belefért a mai programba, és most itt Topolyán és Kishegyesen töltjük a napunkat, hogyan haladnak ezeknek a pályázott elképzeléseknek a megvalósításával, megvalósulásával, és örömmel nyugtázzuk, hogy a sikeres pályázatok elindultak a megvalósulás útján. Azt látjuk, hogy már a vállalt kötelezettségek egy részét a pályázók teljesítették is a új munkaerő alkalmazása tekintetében, és azt lehetett látni Kishegyesen is, meg itt a Kapriolóban is azt látjuk, az elkövetkező hónapokban ezek a beruházások be fognak fejeződni. A mai nap folyamán új pályázatot fogunk hirdetni, ami valamikor kora nyárig lesz majd nyitva, és ezeknek a pályázatoknak a sikeres bonyolításával többé-kevésbé lezáródik az a 3 éves fejlesztési ciklus, amit több mint 2 évvel ezelőtt indítottunk el. A dolgok mostani állása szerint úgy tűnik, hogy ez egy sikeres fejlesztés lesz, és minden alapunk megteremtődik arra, hogy esetleg ezt folytatni tudjuk. Azt látom, hogy ennek van értelme, azt látom, hogy van egy vállalkozói réteg, amelyik igényli, van egy jelentős rétege a vajdasági magyar közösségnek, amelyik vállalkozóként, munkavállalóként itthon kíván boldogulni, ezeken kell segíteni. És nagyon szembetűnő számomra, jó magam is jártam jó néhány helyszínen, hogy ezeknek a beruházásoknak a megvalósulása úgy tűnik, hogy zökkenőmentes, tehát nincsen az a régi balkáni berögződés, hogy kitolni kell a határidőket és egyebek. Nem lehet kitolni a határidőket, mert itt mindenki elég kemény föltételeknek kellett, hogy eleget tegyen ahhoz, hogy sikeresen tudjon pályázni és el tudjon jutni a szerződéskötésnek a pillanatáig. Másrésztről pedig az volt a köztünk lévő megállapodás, és ma is az, hogy becsületesek vagyunk egymás irányába. Ez az alapja ennek a fejlesztésnek. Ha valaki átveri a többieket, akkor az egész rendszer bomlik össze, és azt gondolom, hogy ezt senki nem engedheti meg magának, és senki nem is gondolkodik ebben. Bízunk benne, hogy lesz mindennek további folytatása is. Mi kell ahhoz, hogy legyen is? Hát azt gondolom, hogy 2-3 föltétel fontos. Az egyik az, hogy ez a fejlesztési ciklus sikeresen lezáruljon, és azt tudjuk bizonyítani, hogy a lehetőségekkel vannak olyanok, akik élni kívánnak és tudnak. Ez ebben a pillanatban azt hiszem, hogy többé-kevésbé biztosra vehető. Másrésztről szükség van arra, hogy a magyarországi választásokat követően olyan kormánya legyen Magyarországnak, amelyik olyan nemzetpolitikát folytat majd, mint amilyen az eddigi volt. Reményeink szerint ugyanazok, akik eddig is ezt tették, illetve meg kell fogalmaznunk, de készülünk már arra, hogy ezt megtegyük, az újabb fejlesztési elképzeléseinket, mert amikor ez az idén befejeződő ciklus lezárul, akkor egy újabb ciklust kívánunk nyitni.
Március 11-én vasárnap a Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ ünnepi műsort tart az 1848-49-es Magyar Szabadságharc és Forradalom 170. évfordulója alkalmából. E becses zászlónak a hazának címmel. A műsor 17 és 19 órától is bemutatásra kerül majd. Az előadás ingyenes, de helyfoglalás szükséges. A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ csoportvezetőinél lehet helyet foglalni. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár ellátogatott a gunarasi Dózsa György általános iskolába. Nyilas egy olyan körút keretében tette ezt, amely során meglátogatja Vajdaság általános iskoláit és felméri, hogy mire van szükségük. A gunarasi látogatáskor elsődlegesen az iskola torna terméről beszélgetett Csikós Herminával, az iskola igazgatójával. A torna terem jelenleg igen rossz állapotban van, ezért sürgős felújításra szorul. Gunarason elbeszélgettem az iskola és a falu vezetésével arról, hogy mire van leginkább szükségük, milyen új ötleteik vannak, mik azok a felújítási munkálatok, amelyeket mi hamarabb el kell végezni. Természetesen a tornaterem a legfontosabb, hogy a tetőszerkezet, a padló és a plafon is megújuljon, amit további felújítások is követhetnek, mondta el a titkár a gunarasi látogatását követően. Idén 40 éves a Bácskaútfalvi 9+1 művésztelep. A 9+1 művésztelep a Bácskaútfalvi Ady Endler Művelődési Egyesület képzőművészeti szakosztályaként alakult meg 1978. májusában 9 festő és egy fotóművész jóvoltából. A kezdeti időkben az alkotómunka szabadtéri festőakcióban nyilvánult meg, 1997-től a régi Kovacsics iskola épület ad munkájuknak otthont, amelyet a festők maguk építettek újjá a képeik eladásából. Az állandó helyszínnek köszönhetően 1998 óta évente több alkotótábort is megszerveznek. A művésztelep több mint 1000 képzőművészeti alkotást tud magáénak, amely az ott megfordult művészek ajándéka. Forró Krisztián, a művésztelep vezetője elmondta, hogy a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásából egy videózásra és fotózásra is alkalmas gépet vásároltak. A jubileum alkalmából pedig egy kiállítást is szerveznek. A tárlat anyagának a kiválogatása most van éppen folyamatban. A májusi táborba a tervek szerint 40 alkotót hívnak meg, júliusban pedig a mesterműhelyt is megszervezik. A 9+1 művésztelep vezetősége gyümölcsöző kapcsolatokat alakított ki több száz alkotóval a világ minden tájáról, akik rendszeresen látogatják a művésztelepet. Március 27-éig tart a Topolyai téli esték elnevezésű rendezvénysorozat. A Művelődési Ház kiállító termében 8 egymást követő kedd este kerül sor az előadásokra. A rendezvény szervezői Topolya Község Művelődési Háza és az Arkus Környezetvédő Egyesület. A következő magyar nyelvű előadás március 6-án kedden 18 órától kerül majd sorra, amikor Makra Péter indiai élménybeszámolója hangzik el. A rendezvény párhuzamosan fut magyar és szerb nyelven is. Szerb nyelven legutóbb Marina Radakovic tartott előadást a szarmatakori régészeti lelőhelyekről. A szarmaták egy iráni eredetű lovas népcsoport voltak, akik az első és ötödik század között népesítették be a Kárpát-medence területét, valójában a mi területeinket is, Bácskában és Bánátban. A rómaiak, tehát a római írott források szerint ők egy lovas nomád nép voltak, akik itt a Kárpát-medencében már letelepedett életmódot folytattak. A mai napon, vagyis a mai előadás folyamán az ő történelmükről és régészeti hagyatékukról fogok mesélni, többek között bemutatva egy moravicai lelőhely kerámiai anyagának is a nyomait. Március 24-én szombaton 14 órától 25 év a Nemzet Szolgálatában címmel színjátszó találkozót szervez az Erdélyi Hagyományokért Egyesület a Topolyai Művelődési Ház színház termében. A találkozón fellép a szabadkai Fabula Rasa, a Topolyai Művelődési Ház mosolycsaló gyermekcsoportja, a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámai tagozata, valamint a Topolyai Mara Amatőr Színház is. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Március 6-án kedden 20 órai kezdettel a Művelődési Ház színház termében Népdalok a kornak, Arany János a nép ajkán tovább élő versei címmel lemezbemutatót tart a Hungarian Folk Embassy és Hetényi Milán. A belépés ingyenes. A Bács-Fekete-hegyi Kozma Lajos Könyvtár és a Feketics Művelődési Egyesület Podolszky József Emlékbizottsága meghirdette a 21. Podolszky József publicisztikai pályázatot. A következő műfajokban lehet pályázni eddig még nem publikált írásokkal: interjú, jegyzet, glossza, tárca és karcolat. A jelentkezési felső korhatár 40 év. A pályázat jeligés, kérik a jeligék feloldását elérhetőséggel együtt lezárt borítékban mellékelni. A jeligével ellátott pályaműveket 3 példányban március 9-éig kell eljuttatni. A következő címre: Feketics Művelődési Egyesület, Podolszky József Emlékbizottság, Jugoszláv Néphadsereg utca 24-es szám, 24.323 Bács-Fekete-hegy. A pályázat eredményéről a március 15-én megjelenő Magyar Szóból értesülhetnek majd az érintettek, az ünnepélyes díjátadásra pedig március 17-én kerül sor 18 órai kezdettel a Bács-Fekete-hegyi Színházteremben. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület több év kihagyás után ismét meghirdeti természetismereti rajz és irodalmi pályázatát a Földnapja alkalmából általános iskolások számára. Idei pályázatuk központi témája az erdei fülesbagoly és az erdei fülesbagoly telelőhelye. A rajzpályázaton az általános iskolák alsó osztályos tanulói, az irodalmi pályázaton pedig a felsősök vehetnek részt. A pályázat mindkét műfaj esetében önállóan is pályázható, oktatási intézménytől függetlenül. A művek postára adási határideje április 5-e csütörtök. A rajzpályázatra beküldött pályamunkákból kiállítást szerveznek majd a Topolyai Művelődési Ház kiállító termében, melyet április 23-án 18 órakor nyitnak majd meg a tervek szerint. Ekkor kerül sor az ünnepélyes díjkiosztóra is. A pályázás általános feltételeiről és a pályázatok beküldésének módjáról bővebben az Arkusz honlapján tájékozódhatnak, melynek elérhetősége a következő: www.arkusz.org.rs. Március 24-én szombaton 9 órától a Vöröskereszt cégházában húsvéti foglalkozást tartanak felnőttek és gyermekek részére egyaránt. A gyerekekkel Fekete Edit óvónő foglalkozik majd, az anyaghasználati díj 250 dinár. Jelentkezni lehet Simon Juliannánál a 062 138 08 09-es mobilszámon. A TSC labdarúgói lejátszották az utolsó előkészületi edzőmérkőzésüket. Ópazován az India ellen léptek pályára és 3-1 arányban nyertek. A topolyai csapat gólszerzői Damjanovics Tomanovics és Stancsetic. A hétvégén a TSC már bajnoki fordulót játszik, az ellenfél hazai pályán a Jagodina csapata lesz. A mérkőzést 14 órától játsszák a Városi Stadionban. Csapatunk 24 ponttal az első szerbliga táblázatának a negyedik helyén várja a tavaszi idény kezdetét. A TSC őszi mérlege 6 győzelem, 6 döntetlen és 3 vereség. Híradónk végén az időjárásról: kedden enyhébb lesz a reggel, napközben pedig 1 és 7 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk majd. Szerdán kelet felé vonul el a csapadékzóna, így vidékünkön több felé kisüthet a nap is. Napközben azonban helyenként még záporok kialakulhatnak. Többfelé feltámad a délnyugati szél, délután már 5 és 11 fok közötti értékekre számíthatunk, és csütörtökön már számottevő csapadék nem valószínű. Kedves nézőink, Önök március 5-i híradónkat látták. Nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az Önök megtisztelő figyelmét. További jó tévézést kívánok Önöknek, a viszontlátásra!